Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Ragoncserita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. Április 23-áig várja az érdeklődőket a Neumann kiállítás. Tolna, Somogy és Baranya vármegyéből is érkeztek a regionális gitárversenyre. A Bonyhádi Általános Iskolában életre kelt az ír hagyomány. Színtörténetek címet viseli a Kínlő Kupola galériában látható kiállítás. Április 23-áig várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében, az a kiállítás, melyet a digitális számítógép elvi alapjainak lefektetéséről ismert Neumann János születésének 120. évfordulója alkalmában rendeztek. A Magyar Elektrográfiai Társaság elektronikus nyomatokkal készült a tárlatra. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság a digitális számítógép elvi alapjainak lefektetésével ismerté vált matematikus születésének 120. évfordulója alkalmából szervezett kiállítást, ahol a Magyar Elektrográfiai Társaság munkáiból látható egy válogatás. A Magyar Elektrográfiai Társaság tagjainak a kiállítása, tulajdonképpen 84 alkotó művészünk van aktív, alkotóművészünk, ebből 70-en jelentkeztek a felhívásunkra, amit a Neumann János Számítógép Tudományos Társasággal együtt szervezünk. Ők kerestek meg ebből az alkalomból, hogy a tudományos megemlékezések mellett legyen egy képzőművészeti program, ami Neumannról szól, és az ő tudományos munkásságáról, arról, amit feltalált, tehát a számítógép hatása a modernkori képzőművészetre. Mondanék egy szlogent, ugye, amit szoktunk emlegetni, hogy Leonardót sem hagyta volna hidegen a számítógép. Ugye ő is mindig kísérletezett, és ezt minden korban megtaláljuk, hogy a művészeket érdekelte, élénken érdekelte a technikai fejlődés, a találmányok, tehát ez mind azért van, mert ugye egy útkeresés is egyben egy művészi út, pálya, hogy szeretnénk valami újat, valami mást, és mindig a saját korában keresi az ember, ugye nem lehet azt csinálni, mint évszázadokkal ezelőtt, tehát ami erre jellemző, és ez ebben, amiben élünk, ezt kell nekünk kifejezni. És ebben a számítógép nagyon-nagyon sokat jelent, mert teljesen új utakat jár, tehát ennek nincs klasszikus hagyománya. Tehát szinte azt mondhatnám, hogy folyamatos kísérletezés folyik, ami számunkra is nagyon érdekes, és szerintem a számítógép számára is, mert oda-vissza egy párbeszéd alakul ki. Az így módon készült képek esetenként akár több különféle program használatával születnek meg, az alkotó fantáziájában megálmodott művet tükrözve. Minden művész, aki komolyan és mélyen foglalkozik ezzel a digitális művészettel, külön úton jár. Tehát nincs az, hogy mint régen a trendek, hogy impresszionizmus vagy kubizmus, hanem mindenki azt csinál, ez persze köszönhető a művészet szabadságának is, amit ugye az előző századból ugye megkaptunk, hogy a műfajokat lehet kombinálni, lehet rétegezni, tehát teljes szabadságot élvezhetünk, és ezt most kitölti a számítógép. Most itt csak 32 művésznek a munkáit láthatjuk, ugyanis helyhez kell igazodjunk az adottságaihoz, és most itt ezt a választást eszközöltük, hogy hát a méreteket is számba véve azt, hogy mi a téma, tehát ábrázoló vagy éppen absztrakt módon próbálja kifejezni ezt a világot, ezt a digitális világot, meg ezt a hatást, és ugye egy ilyen ritmikát próbáltunk a rendezésben felállítani.
A kiállított darabokat 70 művész alkotásaiból sikerült összeválogatni. Az alkotások között digitális nyomatok láthatóak, a művekben közös, hogy a tervezésben, megformálásban szerepe van a számítógépnek, a digitális effektusoknak. Megjelenési formájában is látszik, mert ugye ezekkel olyan hatásokat érünk el a digitális eszközökkel, amit más klasszikus eszközökkel nem lehet. Tehát olyan rétegződéseket, olyan finom átmeneteket tudunk létrehozni, amit vésővel, ecsettel, ceruzával nem lehet. Színekben, akkor anyagszerűségében, tehát most már odáig fejlődött a technológia is, ami nekünk nagy segítség, hogy minőségi papírokra, vászonra, akvarelpapírra lehet nyomtatni, és hatalmas méretekbe. Tehát a méretnek is kitágította a határát. Egész picitől a hatalmas nagy falméretnyi képig. Tehát ez mind-mind nagyon érdekes, hogy mindig vágyott minden művész szerintem, hogy minél nagyobban láthassa. Hát itt most egy ilyen középméretet tudtunk kiválasztani, úgyhogy egymáshoz is illenek, jól lehet rendezni, ez a 70x50-es, 60x50-es, 50x50-es képekről van szó. Körülbelül 110 mű jött be. Tehát igyekeztünk arra is reflektálni, hogy nem csak kifejezetten Neumannról, illetve Neumannról és a számítógép hatásáról, de ehhez beadhattak régebbi munkákat. Tehát ugye mi ebbe dolgozunk, most már lassan mondhatnám, hogy évtizedek óta. És ennek alapján válogattunk most egy ilyen, ezt a kollekciót. Az esemény megnyitóján Hajós Éva, az első Béla gimnázium igazgatója beszélt a megjelenteknek a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Versenyről. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság igazgatója pedig annak munkáját mutatta be a rendezvény elején, míg Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója a régió, az erőmű és Neumann kapcsolatáról beszélt. A kiállítás április 23-áig látható a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Kilencedik alkalommal szervezték meg a Tolnai Vármegye székhelyen a regionális gitárversenyt. Az eseménynek a szekszárdi Garai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskola adott otthont. A szervezők elmondták, hogy minden várakozásukat felülmúlta a résztvevők száma, hiszen idén a gyerekek 5 korcsoportban indultak 15 iskolából. Először 1999-ben rendeztek regionális gitárversenyt Szekszárdon. Környei Miklós gitártanár, a megmérettetés ötletgazdája azt mondja, elsősorban az volt a célja, hogy a gyerekek, akik országos versenyre készülnek, fel tudják mérni előzetesen a tudásukat. Mert hogyha erre fölkészülnek, akkor az az országos versenyen a következő évben nagyon sokat számít, és ez való igaz, hogy ez így is volt mindig, mert aki ezen a versenyen helyezést ért el, az majdnem ugyanazt ért el az országos gitárversenyen is. Tulajdonképpen azóta folyamatosan 3 évente van a verseny, és ahogy most nézem, szerencsére nagyon jó az érdeklődés iránta, és nagyon sokan jönnek a régiek is, meg hát most fiatalabbak, újak is, már így most a tanárokra értem, és tényleg nagyon sokan, és ennek nagyon örülök, mert hát tulajdonképpen a gitárzene az egy, hát mondjuk nekem egy szívügyem volt mindig, de alapjában véve a zene, meg hát a gitárzene mindenképpen jó hatása van az emberekre. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy ennek a jövőbe is legyen egy ilyen megjelenése ennek a dolognak.
2023-ban 9. alkalommal szervezték meg a Tolnai Vármegyeszékhelyen a regionális gitárversenyt. Az eseménynek a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola adott otthont. A várakozásainkat felülmúlta a jelentkezők száma. 79 növendék érkezett, 15 zeneiskolából, 10 városból. Minden teremben gitárosok vannak. Még a Csilláron is gitárosok lógnak. 5 korcsoportban zajlik a verseny, egészen 2012-es születésű diákokkal kezdünk, és hát igazából a 18-19 éves versenyzőnk talán a legidősebb. A szóló kategóriák után lesz egy kamara kategória, ahol 12 csoport méreti meg magát. Ez regionális gitárverseny, tehát Tolna, Somogy, Baranya, úgyhogy Siófoktól Kozármisleny, Kaposvár, Pécs, Bátaszék, Tolna is, a Tolna megyéből is igen sok versenyző érkezett, úgyhogy nem vártunk ennyi versenyzőt, de nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vagyunk. Rettentő hosszú a nap, minden percünk be van táblázva, úgyhogy a kollégáimmal már így reggel 7 óta ügyködünk a sikeres lebonyolításon, és hát a sikerekben is bízunk. A 9 éves Pulc Donát 7 hónapja pengeti a húrokat. Eredetileg úgy voltam benne, hogy eredetileg csak szolfézsoztam, és gondolkoztam, hogy aztán dobolok is lehet, de nem, mert ugye vannak verső szomszédaink, és a gitár az ilyen szép, lágy, szép hangú hangszer, szép hangja van, és hát a dob az meg hangos, hogy azért is, mert legalább a szomszédok is hallhatnak meg. Hát ilyen, szerintem szép hangszer. Nekem az a kedvencem. Már elsőben, amikor a suliban elsős voltam, már akkor érdekelte az ének, és akkor gondoltam, hogy akkor már elmegyek szolfégyre, hát mi baj lenne belőle. Elmentem szolfégyre, és aztán jött az ötlet, hogy akkor még előképzőben volt, hogy hangszert kellett választani, választottam, és akkor a gitárra esett a választás. Nem az a lényeg, hogy hányadik helyezés vagy, vagy első vagy második, vagy harmadik, vagy nem tudom, hanem az a lényeg, hogy jól érezd magad, tehát ez a lényeg, jól érezd magad, mert lehetsz első, második, hogyha nem érezted jól magad. Katona Zoárt hobbiból kezdett el gitározni. A 12 éves fiú azt mondja, kifejezetten szeret zenélni. Nagyon tetszett eleve a zene, és elkezdtem egyre jobban érdeklődni a zene felén. És kitaláltam azt, hogy gitározok, mert hogy az elég egyszerű, és sok zenének az alapja. Én nem várok nagyon helyezést, én nagyrészt a tapasztalatért jöttem, mivel hogyha valaki egy versenyre akar menni, akkor az komolyabban veszi a gitározást, meg egyáltalán a zenét, és fontosabbnak találja. Ez miatt eléggé nagy motivációt ad. Sok mindent szeretek a zenében, például a közösséget, meg a dalokat. Az az igazság, hogy tőlem időnként szokták kérdezni, hogy milyen stílus szeretek, és én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nekem teljesen mindegy, hogy milyen stílus, az lehet az népzene, akár popzene, vagy jazz, vagy klasszikus zene, vagy bármilyen fajta muzsika. A lényeg az, hogy a zene jó legyen. Na most, hogy ez mit jelent, hogy a zene jó legyen? Hát akkor jó egy zene, hogyha az emberben valamilyen érzéseket megmozdít, és ebből kifolyólag tetszik az embernek, és ebből kifolyólag pedig jó élménye származik az egészben. Tehát az a jó zene,
ami az emberben olyan, hogy hívják, akkor tud megindítani olyan érzelmeket, amik az embernek tetszenek, és jó hatással vannak egyrészt az egészségre, másrészt a gondolkodásra, tehát tulajdonképpen mindenre. Az kétségtelen, hogy akik zenét tanulnak és gitárt tanulnak nálam, ezek mindig ugyan értelmesek szoktak lenni ezek a gyerekek, és hát természetesen a tudományos módszerek azok mind arra utalnak, hogy a zene az nagy hatással van az embernek a memóriájára és ez egyáltalán a szellemi tevékenységére. Szent Patrikra, Írország első számú védőszentjére emlékeztek a Bonyhádi Általános Iskolában. Vele kapcsolatban számtalan legenda látott napvilágot, amelyekkel megismerkedhettek a diákok a nap folyamán, az angol órákon és a szünetekben zajló foglalkozásokon. A Bonyhádi Általános Iskolában Írország védőszentjével, Szent Patrikkal ismerkedtek a diákok. Írországban és az egykori brit birodalom számos más országában ma már karneváli hangulatot árasztó felvonulások a jellemzőek. Az iskolában is egésznapos kavalkád várt a diákokra. Az ír hagyomány 3 évvel ezelőtt kapott teret az oktatási intézmény életében. A pandémia alatt online oktatásban voltunk otthon, és valami érdekességet szerettem volna a gyerekeknek angol órára bevinni, és azt gondoltam, hogy valamit küldeni, és azt gondoltam, hogy akkor legyen valami hagyomány megmutatása, és egy kicsit a kultúrát is tudjam nekik megmutatni, ami az angol száz országokhoz kapcsolódik, és akkor így innen jött, hogy akkor március közepén ne csak a magyar ünnepet, hanem egy picit ezt az ír ünnepet is megmutassam. Szóval ez az online oktatás alatt jött így online formában, és tavaly volt egy kisebb ünnepség már, ami próbáltuk így a két nagy szünetben így feleleveníteni. Akkor talán egy kisebb szabású rendezvény volt ez, viszont az idei évben egy picit nagyobbra gondoltunk, és az előző szünetben már a 8-osoknak egy ilyen zöldbe öltöztető versenyével kezdtük ezt a programot. Nagyon vicces és jópofa kis versenynek sikeredett. Mindegyik osztályból egy-egy fiú felállt a dobogóra, és 2 lánynak kellett felöltöztetniük. Természetesen az nyert, aki a legtöbb ruhadarabot 2 perc alatt fel tudta öltöztetni a fiúkra. A következő szünetben pedig a kicsiket várjuk majd itt az aulában. Egy nagyon szuper és mókás manótáncot szeretnénk nekik megmutatni és eltáncolni velük, illetve egy 3 levelű lóhere kereső versenyre is majd szeretnénk meghívni őket. A másik kolléganő már itt dugdossa a lapocskákat, és majd ezeket kell megtalálniuk, és minél többet begyűjteniük. Természetesen csokiért. A nebulók az angol órák keretében is találkoznak a Krisztus előtt 4. század végén Britanniában született Patrik legendájával. Így mindenképpen az angol órákon azért emellett bevisszük a feladatnak, és felelevenítjük ezt az egész hagyományt, hiszen azért nem mindenki tud erről, sőt, talán senki, de érdekes feladatok formájában szeretnénk megmutatni nekik, hogy ne csak itt a játék során ismerkedjenek meg vele. Én azt láttam most az előző szünetben, hogy ezt nagyon élvezték, nagyon szurkoltak a 8-osoknak, és természetesen a kicsik szerintem imádják ezt a mozgást, amikor nem kell ülni, az mindig nagyon, nagyon jó, és nagyon segít, talán még könnyebben is megtanulják és elsajátítják ezeket a dolgokat. Úgyhogy én azt látom, hogy amikor bármilyen plusz dolog van az iskolában, bármilyen program, akkor az mindig tetszik a gyerekeknek. Kicsit így a mókuskeréből ők is kiszakadnak, és nem csak a tanulás van előtérben. A tavalyi év kisebb szabású rendezvénye után idén egy tartalmasabb programmal készültek mind az alsó, mind a felső tagozatos diákok számára. A nap színe a lóheréhez igazodva a zöld, ezért arra kértek mindenkit, hogy viseljenek ezen a napon valamit, ami ilyen színű. A szent életéhez egy csoda is fűződik, amit a diákok is megjegyeztek. Az Írországból előzte régen a nyergás kígyókat. A felső tagozatos diákoknak zöldbe öltöztető versennyel, míg az alsósoknak a manótánc mellett kreatív feladattal is készültek a szervezők. Egy pázlit kellett kirakni, ami egy Szent Patrikról ábrázoló valamit ábrázolt. Hogy tetszik nektek ez a nap? Tetszik. Nekem nagyon. Nekem is.
Az ír legendák közé tartoznak az ír koboldok is, akik az erdőkben élnek és igyekeznek az emberek elől elbújni. A koboldok őrzik az ősi kincset, amit fazekakban, üstökben rejtegetnek, ha pedig követjük a szivárványt és a tövében rájuk találunk, akkor szerencsések vagyunk, mert aranyat adnak nekünk. Ezért is rejtették a kirakók ezeket a figurákat, a manótánc alkalmával pedig. Ugrálni kellett hozzá! Kellett táncolni most, és kellett ilyen borítékot, honnakat tudjuk húzni, kirakózni, és most lenni. Mit tudtok Szent Patrikról? Hát annyit, hogy Írországból származik ez az ünnep, és hogy arról igazából, hogy mindenféle játékon részt vegyünk, és hogy zöldbe öltözzünk be. A Bonyhádi Általános Iskola programján megismerkedhettek a diákok Szent Patrik kultuszával. A Kindlő Kupola Galéria ismét újabb alkotásokkal telt meg. A Tamási Aranyalma Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Waldorf Óvoda Színtörténetek, avagy a Művészettel Való Nevelés az Óvodában és az Iskolában című kiállítása várja még április 1-ig az érdeklődőket. A Tamási Aranyalma Waldorf Iskola növendékeinek művei színesítik ezúttal a Kindlő Kupola Galériát. Az emeleti részre érkezőket igazán kellemes hangulat fogadja, harmonikus színösszeállítással készült művek köszönnek vissza a falakról. Volt már waldorfos kiállítás, csak akkoriban még a tanárképzésnek a résztvevői mutatták be, hogy hogyan alkotnak a tanárok, és most pedig lehetőségünk nyílt rá, hogy a gyerekek munkáit is megmutassuk, és gyakorlatilag most az óvodától az 5. osztályunkig, ami ugye a legmagasabb osztályfokunk most az iskolába, meg lehet nézni azt, hogy honnan, hová jutnak el a gyerekek így a művészettel való nevelés kapcsán. Egy nagy egység látható ugye a képekben, ennek oka ugye az alapszíneknek a használata, hogy mindegyik gyerek a 3 alapszínből indul ki, illetve fokozatosan tanulják meg ezeknek a használatát, illetve bővítjük a színpalettákat, tehát hogy azonos festékekből, azonos színekből indulunk ki, hát és ki a maga személyiségének megfelelően. Én azért azt gondolom, hogy vannak harsányabbak is, csak talán így az összkép egy ilyen nagyon harmonikus képet mutat, alakítja ki a saját maga munkáját, hogy ő most egy kicsit olyan kolerikusabb, tüzesebb, vagy pedig egy kicsit olyan vizesebb, és akkor inkább ezeket a kékeket, lágyabb színeket használja. Ez eltérő azért szerintem gyerekenként. A kiállított darabok között fellelhetőek a legkisebbek alkotásai is. A gondos kis kezek is azon munkálkodnak, hogy egy-egy produktumon keresztül a lehető legtöbbet mutassanak meg magukból. Tematikusan válogattam, azaz, hogyha körbe megyünk a galériába, akkor gyakorlatilag kezdődik bent a kupola hátsó részében az ovi, ahol évszakakhoz kapcsolódóan mutatnak be egy kis ízelítőt az óvodai vizuális világból, és akkor a galériának az a felépítése, hogy 2. osztály, 3. és egészen az 5. osztályig ilyen tematikusan láthatók a munkák, tehát hogy gyakorlatilag látszik az a fajta ív, hogy honnan indulnak, az áramló színes foltokból az egészen konkrét megfestésekig, meg megfogalmazásokig láthatók itt a munkák. Nem téma alapján, mert a téma az nagyon sokszínű. Egyrészt mindig kapcsolódunk az epohákhoz, tehát azokhoz a tananyagokhoz, amit éppen aktuálisan tanulnak a gyerekek, illetve kapcsolódnak az évszakünnepekhez, ünnepkörökhöz, az évszakhoz magához, és rengeteg egyéb más történetet is kapnak, ami alapján akkor megfestik a képeiket. A Waldorf iskolában a festés óra kiegészül kézi munkaórával is, az itt készült alkotások is helyet kaptak a tárlatban. A hét folyamán mindenkinek van festés órája, illetve kézi munkaórája is, és ezek mindig ugyanakkor vannak, tehát szakóraként szerepelnek a tantárgy felosztásban, tehát a főoktatás után szoktuk ezeket a szakórákat tartani, és akkor van festés. A kézi munkák is tematikusan láthatók, tehát 2. osztály, 1. és 5. osztályig láthatók, tehát a kezdeti kis körmöcskéktől elkezdve az 5. osztályban az 5 üvvel készült zokniig megtalálható, és itt is epohához kapcsolódóak általában, tehát például a magyarság epohához kapcsolódóan tarsot készítettek, de most készül a 4. osztálynál a keresztszemes hímzés, tehát hogy itt is osztályfokokra vannak bontva.
Az iskola örömmel fogadta a lehetőséget, hogy a diákok munkáit egy kiállítás keretében mutathatják meg a nézőközönségnek. Nagyon örültek, hogy így viszont láthatják, és azt gondoltam, hogy nagy ez a galéria, és lehet, hogy mindenkinek a munkája kifér, és amikor így csoportosítani kellett, hát kevés, tehát hogy lehet, hogy nem mindenkinek sikerült most kiállítani a munkáját, de mivel nagyon-nagyon sok van, így biztos, hogy helyet kap más alkalommal a többiek munkája is, tehát hogy nagyon szerették és nagyon élvezték, hogy szerepelhetnek most így a képeikkel. A látogatók visszajelzéseiben egy szó minden alkalommal elhangzott. Hogy milyen színes. Tehát ez egy általános visszajelzés volt, hogy milyen szép színes, és hogy megtelt ez a tér. Valóban, és igen, mind a mellett, hogy színes, harmonikus is, és nagyon szépek szerintem is. Egyébként a kiállítás, amellett, hogy ugye a lehetőséget megkaptuk, nagyon jó alkalom arra is, hogy a leendő diákjaink, akik még iskola választás előtt álljanak, bejöjjenek egy kicsit, és megnézzék, hogy a művészet hogyan képviselteti magát a Waldorf iskolákban. Tehát egyrészt egy jó program, másrészt meg egy kicsit lehet ismerkedni így általuk velünk is, hogy mi hogyan nevelünk a művészettel. A fiatalok kiállítása április 1-ig várja az érdeklődőket a Kindl Kupola galériában. Köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!